olyan jól áll. Örülsz neki, Marci? Nagyon, nagyon örülök neki. Hát az életemben nem tudtam volna venni ilyet magamnak. Dehogy nem, Mari, van ott lóvé. Hát olyan előkelő nyugdíjad vagy, nem igaz. Menj azzal a kis 80 ezer fogy. Ja, is örülök. Alá jól. Kirepett a szám. Annyira jól áll a szín is, te ez a kék, ezzel a fehér gallérral. Megérdemled, Marci. Megérdemlem? Megám, bizony. Nagyon-nagyon köszönöm. Áldjon meg a jó Isten. Viselt hord egészségem. Köszönöm úgy, szépen. Puszi, édes. Mondta Edina is. Mondd meg a Csabinak, hogy puszilom. Meg is kaptam, mert gyönyörűek a dédunokák. Ugye milyen szépen? Gyönyörűek. Kis formás. Nagyon. Anyukám, te én olyan rég voltam habkoronában. Engem te olyan rég láthattál itt a... Na, ne tudd meg, tegnap, Marci anyukám rongyol a lakásba, te nézd, belenyúlok a faizébe. Couronne de mousse, te tudod, mely jutott most eszembe, hogy ebbe jelenek meg? Hí. Hát mert így láttam a Gagát. Anyád úristeni, tegnap bemutatták, díszbemutató volt. Anyukám, olyan sztár fővonulás volt. Nem tudom a nevüket, de tudod, a Budapest éjjel-nappal egyik sztárja is. Kézzel sorbáltak, érted, a vörös szőnyeg előtt. De tudod, mintha ilyen 20 dek a szalámért állnának. Adjon már nekem egy 30 dek az alát, és már itt se vagyok, érted? És így álltak sorba. Szóval a fotósok mondták, tessék jönni ide, valamit csináljon, kabátot hátra dobni. Én úgy röhögtem, úgy kerültem ki az ézébe. Na mindegy, jönnek, mennek, halálja. Van egy ilyen fotószal, úgy hívják, hogy Szumi Csabi, te, az óriási, az így föl is lök, tudod. Már menjél ki a képből, már a következő, most már ez jön, vagy a nem tudom, a Vásári André, Pepivel, milyen. Te, olyan idegben voltam, hogy nem igaz, úgyhogy én mentem, Bubinak mondtam, kap föl a jegyet, meg a kupont, szájé. Ezt rongyolunk be. Figyelj, de nem is ez a lényeg, ó, fővonultak, interjú, fény, ide minden, így magadat tudod fotózni, tudod így jobbra-balra. Mert az a lényeg, hogy ilyen így állandóan vagyiszapakolásban volt a Patrizia Gucci. Nagyon jó a film egyébként, meglepően jó. Már mindjárt pár mondatot beszéljünk a Gucci házról, mert ez a Gucci házról szól. Kicsit hosszú a film, de érdemes megnézni. Te a Lady Gaga meg egy jó színésznő, én meg egy jó. Anyukám, mindenki ott volt a vörös szőnyege, még egy pumpa, három pumpa nem érdekel, most olyan sztárba vagyok, érted, te vörös szőnyeg. Mindenki ott volt, te halálosan élveztem, te még a Lagzi Lancs is úgy jött be, érted, úgy pif-fig, berobbantak. De nem is ez a lényeg, mert ha film, hát szóval az van, hogy tehát azt tudjuk, hogy az Al Pacino és a Jeremy Iron azok ikonikusan nagy színészek. Tehát erről tudtunk. Azt viszont, hogy a Lady Gaga egy ennyire nagy formátumú színésznő, tőled egy kicsit úgy volt, hogy hagyjam a fáradt Lady Gagát Madonkának az után. De te Madonka azért a rémes színésznő volt, hogy jött meg a föld nem hordott által szegényként. Tényleg azt is le kellett volna ültetni inkább. És de te, ez mint a Jennifer Lopez, annyira jól játszott. Úgyhogy kézzel nap alaptörténet, Gucci, igen, Gucci háza, hogy Marci, várjál, hol a Sanyi? Meg kell keresztem ezt. Te mostanában olyan őrületben van. Te itt napozgatol a kertbe? Ne haragudjál már, hát erről beszélhetném már nekem, mert jó pofa vagy. Te Sanyika, mióta napozgatol te itt a kertbe? Támadod be az ebrát? Hát ez nem igaz. Te arany követett, a Sanyi az napozgatásban van. Azt mondanom neked, na most nagyon figyelj rá, most mondok neked valamit, de most kapaszkodj. Most figyelj, már nem olyan erős a nap, kijössz a napra, kicsit napfürdőznél, érted? Egyébként ilyen a kod az üret. És már nem olyan ereje van, de figyelj ide, te egy olyan puposz. Most koncentráljál rám egy pillanat, utána a Gucci-ra visszatérünk. Te egy olyan puposz. Black Friday van, péntek, szombat, vasárnap az én imádott kiviszánomba. Tudom, hogy ki vagy a szolid, heti egyszer, vagy két hetente egyszer el szoktam menni. A különben nem néznék ilyen remekül. Érted? És most ez bevalókízva neked, ugyan pupos az egész, hogy megőrülsz, megvadulsz, úgyhogy ezt ki ne hagyjad. Vagy hát ahogy gondolod, de csicska nap belesütön. Mondjuk imádni fogod ezt a kiviszános akciót, komolyan mondom, de
Hallgasztám, ennyi belefér, te olyan úgy főtőd, hogy jól érzi ez, hát jó pofa vagy. Nem is, na, lököm fel az ékszereket. Figyelj, de nem, na, Gucci ház. Tehát azt kell tudnod, a, most nem úgy, te tanulom ezeket a szavakat, tudod, amik most én divatosak, mindig is, vagy mit szoktak mondani, spoilerezés, azzal flexel, hogy, hát meg anyám se értett szót, most eddig tudod, az volt, hogy anyukám nem értette, hogy én miről beszélek, most már én se értem a barát nőm gyerekét. Szóval figyelj, ne flexeljél, jelentsen az bármit. Na lényeg az, szerintem a barátnőim azok a saját kölyküket nem értik, de hát azon nem csodálkozom, mert akkor se értettem, mikor kicsi voltak, abik a barátnőmnek, ami mondta a kisfia Bruno 15 éve. Kam nekedem, kodom, nincs túró, Rudi, nincs, majd ha megetted a főzeléket, kodom, akkor sincs. Na, honnan érted? Azt mondja, vele vagyok összezárva egész nap, persze, hogy értem. Na mindegy. Szóval Gucci ház. Szóval azt kell tudnod a Gucci házról, nem spoilerezek, itt tartottam, csak kilendítettél. Azt kell tudnod, ezt egy Firenzébe alapították, azt hiszem 1923-ben ezt a házat, és ennek a családnak az életéről szól, és Maurizio Gucci, ugye, tehát az öreg alapította, akiről mondjak, mindig is 300 éve az arisztokratáknak gyártottunk lószerszámokat, meg nem tudom, micsoda. És azt megszólal, hát figyelj, Al Pacino, ő az Aldo Gucci-t alakítja, megszólal, dehogy gyártottunk, apám londiner volt Londonban, egy előkelő szállodában, és ott beleszeretett a bőröndökbe. Mert hogy ugye az van, hogy ők bőröndösök voltak, érted? Bőrösök, lószerszámot készítettek meg bőrön. Ugyanaz, mint az Hermès volt Párizsban, ők Firenzében. Na és akkor ennek a történetét dolgozza föl, tehát figyelj, ne tudd meg, mibe voltak. Képzeld el, ugye nem tudom, hol tartottam, szóval ugye ez a Gucci, ugye meg, ő volt a londiner, ő alapítja meg magát a divatházat, ugye a Firenzében, 21-ben, nem 23-ban. És ugye mindegy, ez már onnan játszódik, amikor a három fia van, de itt már csak Aldo és Rodolfo, ugye azt hiszem Rodolfo Jeremy Iron alakítja, ő izé puposztítja magát, és ugye neki van egy fia, Maurizio, és ez az egész film Mauriziónak meg a feleségéről fog szólni, Patrizia Gucciról, aki aztán, amikor elhagyja, ugye a Maurizio, akkor idegbe kerül, de közben tudod, az Aldónak a fia, figyelj, vicces is a film, Aldónak a fia, az azt hiszem Paolo Gucci, aki egy szegény félhülye, az teljesen izé, azt is kicsinálják, mert ez a Patrizia Gucci, ez egy nagy stúf volt, az a lényeg. Szóval nagyon érdekes, aztán megmutatja ugye, amikor 95-ben ugye Tom Ford oda kerül a Gucci házhoz. Nekem szakma anyukám, azért beszélek róla. És oda a Mauricióról és Patriciáról szól maga ez a film, ugye a Lady Gaga alakítja ugye a, hogy hívják, mondja, Patrizia Gucci-t, de a Rodolfo kitagadja, ezt mondja neki, anyukám, cipitapidinót azt lehet, de más nem, az ilyet nem veszük el, tudod, az ilyen törtetőt azt nem szoktuk elvenni. De ő elveszi, hát anyukám, mi a nő, te, mint a Lucrezia Borgia, főjelentik szegény Adolfot, van egy nagyon jó mondat, amikor azt mondja, ugye mutatok neked Gucci, de akkor azt mondja Aldo Gucci, ugye az öreg, azt mondja, az emberek imádják a luxust, a jó minőséget, és elfelejtik az árat, ha jó minőséget vásárolnak. És ez tényleg így van, és ugye a pirosnak, meg a zöldnek is megvan ugye a lényege, ugye a Gucci, nem, most meg is mutat, anyukám, ez nem Gucci, ez nataka van, de ilyen diszkréten, hogy nataka van, te még nem láttad. Cilla. Róluk szól, képzeld a film erről a családról, hát nagyon érdekes, megmondom az őszintén, hogy növi ki magát, és egyébként ugye Tom Ford, ugye, aki 95-től, azt hiszem 95 és 2003 között tervezője a Gucciháznak, utána jön Frida Giannini. Frida Giannini, na, ezt megmutattam neked, várj, mutatok egy Gucci-t, jó? Mert kiraktam neked egy pár, hogy mit kell tudni, tudod. Mindig visszaköszön például náluk ez a lószerszámos dolog, mert na, ez például, ez az öv, ezt képzeld el, ez Frida Giannini a 2008-as kollekciójában, pont amit Mihaly Kenikő is bemutatott, és kampányában volt, abban egy ilyen nagyon hosszú öv, amit a kozák népi kultúra ihletett, ha jól emlékszem, azt hiszem, ja nem, várjál, nem, hanem az ukrán cigányságnak a kultúrája ihlette Frida Giannini-t, és onnan vette, és ez egy, tudod, ez egy nagyon öv.
Frida-t ezekkel a kis szegecsekkel, de várjál, megmutatok még mást is, mert halál pupos. Először is tudod ezt az igazi kis Gucci motivumot, a kis G betűket, ami állítólag már ugye a 70-es évek óta divat, azt nem kopik el. Nézeg anyukám, nézeg. Jó kopott anyukám, nincs itt új Gucci, jó pofa van, de te levitéz lett az öreg cíla. Látod, ezek a G betűk, tehát te, az eredeti, ne mondd, hogy nem. Kékbe. Látod ilyet? De például, ami nagyon érdekes, ugye, hogy a lószerszám, ugye a patkó, az visszaköszön. Ez egy másik izé, ilyen cicka öv, jó nézek ki. Ez is egy ilyen klasszik logó, ezt is így nagyon cipálják a Gucci, a Gucciék. És ez például, ez is nagyon érdekes, hogy ez egy piros öv, és ezt is szereti használni a Gucci. Meg van egy ilyen ősrégi retikül, ez úgynevezett messenger bag, és ez az a piros-zöld kombó, ami nagyon meghatározója volt ugye a Gucci háznak. Most azt képzeld el, hogy a Gucci ház, érted, megint csak befektetőké lett, és most már azt hiszem, hogy maga ez a brand, ez egy ilyen 22 milliárd dollárt ér, mert föl is veszek egy övet, de figyelj, egyébként nagyon érdekessége ez a dolognak azt, hogy amikor én például elkezdtem ebbe a szakmába dolgozni, ugye a nagy fészőmbe, jó pofa vagy, akkor itt mindenhol voltak túl az ügynökségeknek, a divatházaknak, tudtad, hogy ez a mit a Gucciéki, a Gucci családé, ez pedig a Szonyari Kiel, tudod, az pedig a Karl Lagerfeld, és ez így eltűnt, már mindenhol befektetői csoportok vannak, kész, szájé, már az ügynökségeknél, tudtad, Marilyn Gucci az a Marilyn Agency, ez pedig a, nem tudom én ki, a Women, az ehhez az emberhez köthető, a harmadik, ma már nem, ma már befektető csoport van, Hussein Alayak, meg nem tudom én ki én minden, szóval nagyon megváltozott a világ, nézd meg ezt a filmet, ha érdekel ez a divat szakma, minden van benne, árulás van benne, pénz van benne, mindenki elbukik, a végén az egész Gucci divatház az egy befektetői csoporté lesz, semmi közük a Gucciknak hozzá, a mai napig már senki nincs ott, nem dolgoznak ott, szóval hogy egy családi vállalkozás hogy növi ki magát, és aztán hogy bukja el a családi vállalkozás, miközben a brand az hatalmasra nő, és az egyik legértékesebb divatház lett egyébként, ugye, majd brandnév lett, de egyébként ugyanígy a Louis Vuittontól kezdve, a nagy ékszerházak, a Cartier, mindegy, azt hiszem a Louis Vuitton, Hennessy, mit tudom én, hány brandet, a Hermes-től kezdve mindenki ugyanoda tartozik. És ugyanez van például a modell szakmában is, például az Elite, a Women, az egy cégcsoport. Szóval megváltozott a világ, Gucci-t nézed meg, nagyon érdekes. Te hát nem hiszed, de anyukám olyan magyarázásban néznek, hogy itt igazgat a stylist, anyukám, befotózza rajtam, amit nézem. Hogy ő magyaráz, érted? Nem, ugye húzzam föl a tokám. Itt a fotós. Fotós, el akar menni. Gyere vissza az anyád, úristen, itt te. Engem már belöktek ide a fénybe, nézek. Szanyikás katyát. Hát teljes idegben vagyok most. Most nagyon figyeljél, mert most készül anyukám a pupos fotó. Figyelj. Te tudnál akkor artdirektolkodni? Én most éppen azt tervezem, hogy átveszem a telefonodat, és meg... Artdirektolkodni. Here I am. Ja, már megy? Megy. Ja, jó, én kérek elnézést. Oké, okay, készül, mehet. Igen. Várja, a stylist beleszól közben, Áron. Ne told már le ennyire a gatyádat, Csilla. Énekeljek? Szeretnéd? I'm very disappointed. Mindenki idegben van. Marci, nagyon pupos előkelő. Nézzétek meg. Ezt tehát lehet berendelni. Elmondom, mindig amikor fotóznak, picit pozolják. Ennyi, nézek? Arc, picit mozog a fej, mert több kép készül. De ezt te tudod, Markusz. Hát igen, mivel sok kép készül, hogy a Csabi is elkezdte, mindig más pozíciókat kell adni, kicsit jobbról, kicsit balról. Nem tudom, Marci, és akkor jó a haj, gyere csak ide, nézek. Nem. De miért? Mit nem? Hát nézd már meg, jó a haj. Nagyon jó a haj. Nézd meg, anyuk, ő a fotográfus. Te képzeld el, hogy most ilyen minden rendelésre, ez megőrülsz, megőrülsz, de képzeld el, hogy púpos szilazokni jár mindegyik, ez a megőrülsz, hát nem fogod elkezdeni, mert most itt várnak, te nézd meg. Itt, nézd meg. Hát halálidegben vagyok, ma nökenkedem, nem tettek róla.
fotó manökkenkedem, azt az ágyam fülöpözbe akartam, mert ugráltam, és így volt ilyen, volt olyan, keménykedtem, minden. Cilazokni, azt jegyezed meg, hagyja engem melózni, hát jó nézzek ki, már itt vagyok a fényben, milyen rájár a muszlica, jó pofa vagy. Ki anyuka, megőrülsz. Még jó, hogy van egy kis haj, aztán takar.